Európai körülmények között növekvő humán erőforrással magas klinikai színvonalon dolgoznak a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház hematológia osztályán. Évente több mint 1000 fekvő beteget kezelnek, a járóbeteg szám pedig 2018-ban meghaladta a 12.500-at. Ezért is fontos, hogy a szakemberek folyamatosan értesüljenek a legújabb terápiás lehetőségekről. Debrecen Egyetem által akkreditált pontszerzői szakmai továbbképzéshez hematológusok számára, de ezen kívül akkreditáltattuk a továbbképzés belgyógyászok, labororvosok, nőgyógyászok és egyéb társszakmák részére is. Szintén ezek pont jár nekik is a legújabb eredmények átvétele elsajátítására egy rövid tesztvizsán kell számot adniuk, és ez a szakmai pontszámhoz is beleszámít nekik. A hematológiai osztályon jelenleg is számos klinikai vizsgálat folyik, az osztály 4 orvosa tudományos minősítéssel rendelkezik. Világszinten is kiemelkedő új vizsgálati és kezelési eljárásokat mutattak be, ugyanis az elmúlt évekhez képest a heveny leukémiás betegek kezelésében nagy előrelépés figyelhető meg. Az elmúlt 30-40 évben azt kell, hogy mondjam, hogy nem sok minden történt a heveny leukémiás betegek ellátásában szükséges gyógyszerek fejlesztésében. Egyfajta állóvíz volt, azonban 2017-ben az FDA 4 új gyógyszert is befogadott, és azóta további gyógyszerek is befogadásra kerültek. És ezen kívül vannak olyan gyógyszerek, amelyek kizárólag csak klinikai vizsgálatokon belül érhetőek el. Ezek egészen más hatásmechanizmust jelentenek, mint a hagyományos kemoterápia, mint a hagyományos citosztatikus kezelés. Bizonyos jelátviteli útvonalakat befolyásolnak, csökkentik a sejtek osztódó képességét, elősegíti a rosszindulatú daganatos sejteknek az elpusztulását, sokkal kevésbé megterhelő, sokkal kevésbé toxikus a betegek számára, és egy sokkal hatékonyabb kezelést jelentenek. Ezeknek a kezeléseknek jelentős része még csupán klinikai tanulmány formájában érhető el. Az oktatókórház így olyan terápiákat is biztosítani tud a betegek egy részének, amelyeket jelenleg más formában, más ellátóhelyeken még nem alkalmaznak.